100-200 ember megölésére utasították a kelet-ukrajnai kommandósokat, a szakadárokat állítólag az oroszok. Ha ugye ezt megtennék, akkor az orosz páncélosok akár másfél órán belül Ukrajnában lehetnének, megvolna rá az ürügy. Ez derült ki azokból a telefonbeszélgetésekből, melyeket állítólag lehallgatott az ukrán biztonsági szolgálat. Ismét Bakos Piroska. Újabb nap, újabb épületfoglalás Kelet-Ukrajnában. A Donyecki városházát megszálló fegyveresek nem örültek a tévéseknek. Végül egyikük elmondta, mit követelnek. Azt várjuk az ukrán parlamenttől, hogy tegye lehetővé a népszavazást a Donyecki megye önrendelkezési jogáról. Az épületfoglalókat nem rettentette meg a hír, hogy az ukrán kormány tegnap bejelentette a terrorellenes műveletet. Igaz, egyelőre nem is indítottak nagyszabású hadjáratot. Tegnap egy helyről, Kramatorszkból érkeztek hírek, több áldozattal járó összecsapásról, amikor fegyveres harc alakult ki a reptérért. Ma ebben a városban is nyugalom volt, a tévéstábok felvettek elvonuló orosz zászlós tankokat, és olyan várakozó ukrán páncélosokat is, akiket nem engedtek tovább a helyiek. Közben az ukrán titkosszolgálatnál bejelentették, bizonyítékuk van arra, hogy Moszkva áll a kelet-ukrajnai események mögött. Lehallgattunk telefonbeszélgetéseket orosz hírszerzők és a helyi orosz barát szeparatisták között. Ezekben az oroszok arra buzdítják a helyieket, hogy öljenek meg 100-200 embert, ami ürügyet adhat arra, hogy beküldjék az orosz tankokat, akár másfél órán belül, mondta az ukrán biztonsági szolgálat vezetője. Közölte azt is, hogy évek óta működhet egy titkos orosz ügynök hálózat Ukrajnában. Ennek most 23 tisztjét tartóztatták le. Úgy látom, Oroszországnak új exportcikke van az olajon és a gázon kívül, mégpedig a terrorizmus. Így reagált mindenre az ukrán miniszterelnök. Hozzátette, ezek után komoly kétségei vannak, hogy Moszkva valóban érdekelt az ukrán helyzet stabilizálásában, mint ahogy azt hangoztatja. Ettől függetlenül ott lesz a holnapi genfi csúcstalálkozón, ahol az amerikai, az uniós és az orosz vezetőkkel tárgyal a helyzet megoldásáról. Bakos Piroska, Hír 24.